Kampány kezdődik a sertéshús fogyasztás népszerűsítésére, amellyel a szervezők a sertéshúsra, különösen is a mangalicára kívánják felhívni a figyelmet. A célról és a sertéságazat helyzetéről Gici Gergelyt, az Agrár Marketing Centrum ügyvezető helyettesét kérdezi Hegedűs Katalin. Mettől meddig tart ez a kampány, és egyáltalán mi indította el, honnan jött az ötlet? Hát a kampányunk az a héten indul, és egészen március legelejéig, nagybőt kezdetéig tart. Az indokoltsága pedig abban rejlik, hogy egyrészt már idén 10. éve, hogy lefolytatjuk a sertéshúst, illetve annak készítményeinek fogyasztás ösztönzését célú kitűző kampányunkat, és hát most egy különleges aktualitása is van, ugyanis az elmúlt 2-3 évben igencsak hullámvasúton ül a sertéságazat, jelenleg nagyon-nagyon nehéz helyzetben van. Több olyan gazdasági tényező, illetve egészségügyi, állat és humán egészségügyi tényező szorításában dolgoznak az ágazat szereplői, amelyek egyesével is nagy kihívás elé állítanák őket, nem hogy így együtt. Természetesen a COVID-járványra kell gondolni, illetve az afrikai sertéspestis vírusára egészségügyi szempontból, és hát az alacsony felvásárlási árakra, illetve a megnövekedett takarmány és energiahordozó árakra a piaci szempontból. Ezek mind olyan tényezők, amelyek nehezítik a termelők életét, és egy összefogást szeretnénk létrehozni a termelők és a fogyasztók között. Itt az Agrárkormányzat és az Agrárminisztérium szeretne ennek indikátora lenni, illetve katalizátora lenni, és egy olyan összefogásra, egy patrióta szolidaritásra buzdítjuk a fogyasztókat, melyel talán átsegíthetjük ezen a nehéz időszakon az ágazat szereplőit. Miért szükséges népszerűsíteni a sertéshús fogyasztást? Nem eszünk eleget belőle? De igen, Magyarország egy tradicionálisan sertéshús fogyasztó ország, elég, hogyha csak a történelemre gondolunk. Ugyanakkor a rendszerváltás idejére, illetve a 90-es évekre, ahogy a háztáji egyre inkább szorult vissza, úgy a sertéshús fogyasztása is csökkenni kezdett. Amikor elkezdtük ezt a kampányt 2013-ban, akkor mindössze 24 kg per fő per év volt az egy főre eső fogyasztási szint sertéshúsban Magyarországon, és a kampányunk 9 éve, ugye most már ez a 10. éve, hogy folytatjuk, ezt sikerült 32-33 kg-ra felemelni, tehát szépen lassan, fokozatosan egy fogyasztási emelkedés indult meg. Ez a 32-33 kg egyébként uniós átlagnak is bőven megfelel. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy sikerült visszahelyeznünk a sertéshúst a magyar családok asztalára és a boltok megfelelő polcaira. Kampányukban külön hangsúlyt kap az őshonos mangalica. Mit tudunk erről a világhírű sertésfajról, ha jól tudom, azon túl, hogy a zsírja különleges ízvilágot ad az ételeknek. Mennyire népszerű ez a konyhákban? A mangalicának most már évek óta lekerítünk egy kis részt a sertés kampányunkból, és külön is felhívjuk a figyelmet erre a fajtára. Meg is érdemli, hiszen nem csak az összetétele, az egészséges mi volta, és a belőle készíthető ételek, illetve készítményeknek a nagyszerű ízvilága, hanem a története is megérdemli ezt a megkülönböztetett figyelmet. Ugye a 90-es évek környékére, lejére, szinte a kihalás szélére sodrott ez a faj, alig pár tíz tenyészállat, illetve pár száz süldő szaladgált Magyarországon, és aztán ezt egy tenyésztői összefogásnak, illetve szakmai összefogásnak eredményeképpen sikerült újra virágzásra bírni, és most már ott tartunk, hogy már 10 000 kocával és annak szaporulatával számolhatunk, amikor Magyarországon a mangalica terjesztésről beszélünk, és hát olyan nagy utat jár be a kihalás veszélyétől fenyegetettségig, hogy mai napon arról tudunk már beszámolni, hogy a világon top kategóriás éttermek étlapjain szerepel New Yorktól egészen Tokióig, illetve olyan komoly beszállítói pozíciókkal rendelkezik nagy olasz és spanyol, főleg spanyol sonkagyáraknál, ami azt gondolom, hogy tényleg méltó arra a világhírre, illetve a világhír elnevezés az méltó kifejezés a mangalicára. A húsa és a zsírja is egészséges, különleges összetételről beszélhetünk, hiszen sokkal lassabban fejlődik a mangalica, mint a hagyományos fehér sertés, és jóval több zsírt is növeszt a bőre alatt egy vastag szalonnát az élete során, és ez a zsír beivódik a hús szöveteibe, egy csodálatos márványosságot kölcsönözve annak, és hát ugye a világpiacon a legnemesebb marhahúsokkal versenyez a mangalica húsa, gondoljunk csak a Wagyu beefre, illetve a Kobe marhára, a világhírű séfek által használt és nagyon kedvelt alapanyag, hát ezekkel versenyez a mangalica, úgyhogy lehetünk rá valóban nagyon büszkék. És a kereskedelmet tekintve mekkora igény van rá, akár a hazai, akár a nemzetközi piacot nézve? Hát azt látjuk, hogy minden elmegy, elfogy, ugye azért a kereskedelme, illetve az exportja is némi csorbát szenvedett itt 2018 óta az afrikai sertéspestis megjelenése nyomán, ugye először Kínában, aztán Európában, tehát folyamatosan változik a keresleti kínálati viszony a világban, de szerencsére sikerült elérni, hogy a mangalica legnagyobb exportpiacának számító Japán kiesése nyomán keletkezett űrt, az értékesítési csatornák diverzifikálásával, illetve alternatív exportpiacokkal szépen lassan sikerült most már visszaépíteni, és
is beszámoltunk arról, hogy a mai napon már a válság előtti szintet mind mennyiségben, mind értékben meghaladja a mangalica ágazat teljesítménye, tehát sikerült visszaállnunk erre a 10 000 kocás létszámra, és annak szaporulata pedig részben hazai, részben pedig exportpiacokon biztonságban gazdára talál. Azt írták közleményükben, hogy kóstoltatással és hírességekkel viszik közelebb a vásárlókhoz a sertésből készült ételeket. Hol, mikor kerül majd erre sor, és kik fogják ezeket népszerűsíteni? Milyen ételeket lehet lesz majd megkóstolni? Igen, hát ugye korlátozottak a lehetőségeink a járvány miatt, az áruházi kóstoltatást azt továbbra is mellőznünk kell a kampányainkból, pedig ez egy közkedvelt elem volt, mi is és fogyasztók is kifejezetten szerettünk találkozni egymással és személyesen kóstoltatni a különböző falatokat. Most térségi, illetve regionális fesztiválokon leszünk majd jelen február folyamán 3-4 helyszínen az országban, és hát a kampány fókusza az főleg a média, illetve a kommunikációs és marketing kampányra összpontosít, aminek az egyik eleme úgy van, ahogy ön mondta, az egy influencer együttműködés, hogy mai szóhasználattal éljek. Talán nem árulok kell nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy Rákóczi Ferenc műsorvezetőt kértük fel arra, hogy mint vidéki ember és étterem tulajdonos jöjjön velünk ebben a kampányban, segítsen nekünk bemutatni a mangalica tenyésztést és feldolgozást, illetve a késztermékeket és azok gasztronómiai értékeit. Úgyhogy ez a videósorozat éppen most készül, a jövő héten szerintem már a közönség is találkozhat majd vele a közösségi médiában. Ha kicsit előre tekintünk, akkor hogyan látja a magyar sertés ágazat jövőjét? Van-e okunk az optimizmusra? Nehéz a helyzet, az egészen biztos. Ugyanakkor az ember mindig legyen egy kicsit optimista, készüljön fel a legrosszabbra, de legyen optimista. Én azt gondolom, hogy az a piaci helyzet, ami egy európai, főleg nyugat-európai túltermelésből adódik jelenleg, tehát abszolút kínálati piacról beszélhetünk, és abszolút nyomott felvásárlási árakról. Ennek a helyzetnek meg kell szűnni. Ha látjuk a kocavágásoknak a számát az elmúlt hónapokban, ezek nagyon megugrottak, ami azt nyilván együtt fog járni majd egy állomány csökkenéssel, és ez nem csak Magyarországon, hanem inkább a nagyobb nyugat-európai termelőknél, a spanyoloknál, németeknél, esetleg a németalföldi térségben figyelhető meg. Ezzel talán meg fog szűnni az a túltermelési válság, illetve az a jelenség, hogy a spanyolok felhalmozott készletei árasztják el olcsó hússal Európát ebben a hetekben. Ennek a helyzetnek meg kell szűnnie, és akkor a kereslet kínálat újra egymásra talál, és egy egyensúly jár. Ki tud majd alakulni az európai piacon, ami talán már együtt fog járni azzal, talán néhány hónapon belül, hogy újra önköltségi ár felett tudnak értékesíteni a termelők.